Viasz figurákon elevenednek meg Nyírbátor és a magyar történelem nagyjai a Várkastély kiállító tereiben. Ebben az időszakban városi ranggal rendelkezett a település, majd az 1800-as években elvették tőlük. Újra, csak 100 évvel később, 1973. április 29-én kapta vissza a városi rangot Nyírbátor. Ennek az 50. évfordulóját ünnepelték a hétvégén a településen. Azt szokták mondani, hogy Nyírbátor újra várossá vált 1973-ban. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy 73-ban kapott egy lehetőséget, hogy újra a térség meghatározó központja legyen, és az elmúlt 50 évben vált igazán várossá, azokkal a fejlesztésekkel, azokkal az átalakulásokkal, azokkal a civil szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel, amelyekkel ma szolgáljuk az itt lakók, és nem csak a nyírbátoriak, hanem a környékben élők mindennapjait, akár a megélhetésről, akár a kultúráról, akár az oktatásról, akár az egészségügyről van szó. Ezek a fotók akkor készültek, amikor éppen nem volt városi rangú Nyírbátor. A jogállása ellenére városias épületek és szolgáltatások voltak elérhetők a településen. Már csak az évszázados hagyományok miatt is joggal tartott újra igényt a városi rangra Nyírbátor, mondta a jubileumi ünnepségen Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. Nagyon ősi település ez, összefor a magyarság múltjával, a bátoriakkal, és mennyi-mennyi nemzedék követte egymást itt ebben a városban. És milyen új feladataink vannak, milyen új fejlesztési feladataink vannak, hogy élhetőbbé, jobbá tegyük közösségeink életét, Nyírbátor életét, a vármegye életét, hazánk Magyarország életét, a magyar nemzet életét. A város legjelentősebb kulturális intézménye a Bátori Múzeum, amelyet most felújítanak. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a korszerűsítés után ez lesz az ország első bátori emlékhelye. Megújultak tereink, útjaink, középületünk, középületeink, és a térségünket elérte az autópálya. Gyárak, üzemek épültek. Ezekkel új lehetőségek nyíltak meg az itt élők számára. A mi generációnk feladata a kapott örökség ápolása, amit példáz többek között a Magyar Nemzeti Múzeum Bátor István Múzeumának felújítása, melynek révén létrejön Magyarország egyetlen és első bátori kultuszhelye. A rendezvényen Máté Antal polgármester arról beszélt, hogy a közösségek tették nagy átelepülést, ezért a jövőben is rájuk alapozzák a város sikerét. Nyilván egy nehéz időszakon vagyunk most túl, én azt gondolom, hogy ezt a magyar embereknek nem nagyon kell ecsetelni, hogy milyen éveket kellett átvészelnünk. Nyírbátor ezt én azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest sikerrel teljesítette, és minden adottsága megvan a városnak ahhoz, hogy bizakodással nézzen a jövőbe, és vannak komoly terveink, vannak komoly elképzeléseink, amivel szeretnénk segíteni a környéken élő embereket, úgyhogy én bízom a város jövőjében, és hiszek benne, hogy Nyírbátor egy modern 21. századi várossá fog válni itt Európában. Az 50 éves évfordulóra szervezett hétvégi esemény a nyitó rendezvénye volt egy egész évben tartó sorozatnak, amelyben kulturális és szabadidős programokkal várják a városlakókat Nyírbátorban.